A Lehet más a politika múlt szerdán mutatta be a Heves megyei országgyűlési képviselő jelöltjeit. A megye egyes számú választókerületében a párt Komlósi Csabát indítja a 2018-as parlamenti választáson. Már az ősszel eldőlt, hogy kik lesznek azok a személyek, akik elindulnak a jövő évi parlamenti választáson, a Lehet más a politika színeiben Heves megyében. Az első számú választókerületben a párt Komlósi Csabát, a kettes számú választókerületben Reichenberger Jánost, míg a hármas számú választókerületben Tóth Norbertet indítják, jelentették be. A sajtótájékoztatón a képviselők ismertették a párt 2018-as választási programját is, amit az Új Kezdet párttal közösen alkottak meg. A Heves megyei jelöltek szerint a jövő programját állították össze. Az LMP zöld pártként egy olyan programmal készül a választásra, amiben a fenntarthatóság áll a középpontban, tehát a jövő érdekében úgy gondoljuk, egy fenntartható országra, egy fenntartható megyére és városra van szükség. A fenntarthatóságnak legalább három aspektusát meg lehet különböztetni, gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontjait. A programunk mind a három kérdésre kitér. Szerepel benne a társadalmi igazságosság kérdése, a nyugdíjrendszer átalakítása, a vidék megtartó erejének növelése, a környezetvédelem és gazdasági téren többek között adóreform is helyet kapott benne. Komlósi Csaba hozzátette, ez nem egy Budapest központú program, hanem próbálnak megoldást találni benne a vidék felmerülő problémáira is.